most végeztem, gyerekek. Figyelj, nem hiszem el. Mondom, hogy jön minden. Itt a kutya megugatja, panikba mentem vissza Jancsikával. Lemosom az autót. Jó lesz, lagozom por le, szépen, hogy száradjon valamennyire meg. Mi történik? Jövök ki, hogy szépen lassan hazamegyek. Elém jön egy nagy teherautó zapszállító, de így egy másodperc alatt. Azt se tudom, hogy mi honnan derülték be a villám. Porrám minden. Na, ilyen a forma. Jövök, biztos, hogy a fűnyír autó átmegy előtte. Jönnek emberek zsákokkal a pályába, bent szembe velem. Vagy a gyerekek szedik a tojást húsvétkor. Kutya kiugrik itt a íze, szia Arni. Kutya itt, följön a Feri kutyájába. Jön a Csaba a lépcsőn le, a magas lépcsőről. Jancsikának se kellett több, suty hátraarc két lábon nyerítve neki a kancáknak. Ezerre, még az is lehet, az is benne van. Mindegy, egy ürügy volt neki. Kivédem nagy nehezen, nem könnyen, mi történik. Megyünk tovább, egy szűk útacska, szép elindulunk trappot. Hatalmas kutya, Dándok Feri kutyája, beállt az út közepére, és és zavargatja a palikba lévő kancákat. Hát megint nem kell, megint hátraart, megint két lábbal, megint ezerrel visszabazd meg. Hogy mintha nem tudom. Biztos, hogy amikor megyek, jön egy autó, utána megint nem jön egy évig se. Ezerrel átsóan egy autót a stopptáblán, ott, ahol a lovakkal trappolunk át. Hál' Istennek mi arrébb voltunk. Majdnem eltalálta a Viviéket az autó. Nem tudom. De nem is az itt a lényeg, az, hogy rám vannak állva, vagy így hozza az izé dolog. Kentréznek a Tóbi méne, kentréznének, így van. Én egyik kézzel lazán, másikban az ecigin, Alika, bestoppolt és ez a kúszásos, visszapördült svengolt balra. Már kim voltam a nyerekből, már mindenhol, már nézték mindenki, hogy esek, és valahogy, hogy másztam vissza, fogalmam nincs. Épp, hogy végzünk, ugye, ledolgoztam a negrót, ugye tudtam, hogy temetés van kettőkor, hogy végzek, nem tudom. Ledolgoztam, ezerrel kizaboltam az első, már a GLS futár, hogy ide is. Gyorsan megoldottam, GLS futár, vissza, még volt 10 percem, elkezdtem, de az első istálot tudtam csak kizabolni. Aztán tűzés a temetésre, így ahogy voltam ebben a ruhában, még jó, hogy feketét vettem föl, fekete pólót. Ma egy újat vettem föl, amúgy tegnap is, meg az előtt is feketében voltam. Meg volt a temetés, gyorsan elmentem tankolni, hál' Istennek még. Erre a János barátom hívva, Lózsga Jani, hogy Sanyikám, jöttem, hoztam ezt is, meg a Nikinek ezt a gyönyörű szépet. Ugye ezért érdemes volt megvárni. Közben fölsöpörtem, fellocsoltam a placot, ló már nem volt kinek, behoztam a Nortigát, utoljára Gabiék segítettek a két kancát behozni, úgy elegem, elfáradtam. És kizaboltam az istálót, kizaboltam az új kis kancát is. Úgyhogy kaptak, minden kikészítve, a vacsora is, úgyhogy rendben, azt eldobtam a vasat ma, de mindig azt hittem, olyan nyugodalmas lesz. Itt van egy fát, kéne kihordanom, nem tudom, el kéne fűrészelni, mert nem bírom egyedül, az az egyik, kettő, 13 virágom itt van már két napja, el kéne ültetni, hát tegnap ugye még a Nikinél, ugye, mondom, fölmegyek négyre, aha. Közben jött, valakit be kellett vinnem Pestre, aki még hány tíz, de szerencsére nem a kocsiba, az autópályán megálltam négyszer. 6-ra értem vissza, fél órát itt vártam. 6-ra visszaértem, úgyhogy a felét tudtam leroppantani, amit akartam. Hazaértünk 8:45-re tegnap is. Most itt vagyok, most talán meg tudom ezt oldani, ezt a... mi az Istent? Legalább, hogy elültetem ezt a párat, meg ezt a fát, valahogy meg kihordom este. Na ide, menjünk be. Most jön a zabom, viszont vettem, tegnap volt 10 percem, beugrottam a spárba, vettem zabot, mert itt nincs az én zabomat, sőt, óc volt, angol zab, nagyon jó, naturál, semmi nincs benne, és vettem méhűt a gyümiket, és most gyümölcsel fogom menni, van benne áfonya, eper, málna, amit szemszájnak ingere, olyan cuccokkal szépen forró vízet rárakok, csókolom, és az az első, hogy most enni fogok, az biztos. Elfáradtam, gyerekek. De nem baj, jó, 5 latton volt, csak mondom. A legvége volt. Bekapcsoltam, még hazajöttem a locsolót, ugye GLS futárt elintéztem. Számomra már nem motorral megyek vissza, mert ugye a temetés, szegény Feri barátunk itt hagyott minket.
hanem elmentem autóval a istállóba vissza, elkezdtem zabolni, a Timi már hívott, hogy haló, gyerünk, pont 2-re odaértem. Ilyen cuccba, de hát ez van, legalább ott voltam. Gyorsan egy szár rózsát, tényleg azt a Timi vette nekem. 1500 érje. Hopp, 1500. Hopp, Lóska János. Niki és az én nevembe is, amit ő ígér, azt mindig. Azt mondja, ki nem ejti, hogy nekem is szerez egyet, mert azt fogja hallgatni végig. De nézzétek meg ezt a csodás lila akácot. Ez a Niki élet oda fönt lesz, föl fogom vinni nektek a napokba. Csodás lesz. Hát nekem is van itt. Ez csodás lesz. Ennek vizet kell adni, azt mondta a János. Nagyon szép gyerekek. Hát ezzel csak én is szelfit, így elrontom a virágot. Oh, lila akácot imádom. Na itt beindult a locsolóm, illetve beindítottam. Ezeket kéne elültetnem. Nagyon fáradt vagyok, ezt elmondtam már 20-szor. És ezt kéne valahogy szétkaricskálni, mert ezt nem bírom mindenki vinni. Ez másféle, egy máza. Húzni se tudom, nem, ez valamit kellett becsinálnom. Darabokba aztán kihordom. Kertem azért úgy nem áll rosszul. Ezek a virágok, ezeket szépen elültetem. Meghamikázom, szerbuszok drágáim. Meghamikázok, és az a következő dolog, hogy nem tudom, nézek ki a fejemből egy kicsit, és tudom is, hogy hova, ide is lesz, oda is lesz, úgyhogy elkezdődik a virág, ez nagyon csúnya dolog ez is, ez annyira idegesít, hogy ettől ma, ha éjjel is a foggal szét kapirgálom, nem tudom, mit csinálok, de ezt megoldom, hogy az eltűnjön. A gyerekek, most jön az ott, extra angolzabb, méghozzá, fagyasztott gyümi az igaz, de van banánom is, tényleg. Van banánom is, van kivim is, na megoldom. Extra ilyen finom hamikát csinálok. Tegnap 3-at ettem abból. Ilyen 5 perces szüneteim voltak 3-szor az is. Ó, este meg azért kis csirkehusi volt. Mikivel ettünk kis csirkehusi. Mivel? Nem is tudom, mivel. Ja, Salival, igen. Ő édes burgonyával, én meg Salival. Sweet home, sweet home. Na megint ütök a kezemre, mert ledobálom a slusz kulcsot. Ennek van egy helye, már ütök a kezemre, hogyha máshova rakom. Takarítanom is kéne. Azért, na. Jó, ide kell mindig rakni. Ott van a kulcsom, bármikor megtalálom. Tökölök, ide rakom, oda, ezt megtanultam. Nem. Hú, gyerekek. Van banán, hát jól állok, mert van egy csomó banánom. Vettem, kivit is vettem. Pár napja nem ettem úgy gyümit. Itt egy kis rendet kell raknom. Pofázok annyit. Ez meg itt nem hagy. Dolgozza itt magát ki. Jó, ott nekem is van ide akász. Na, levetkőzök, letusolok, közben forralom vizet, zapoz, hajdok.